És az a lényege, mert azt mondták a régi öregek is, hogy nem csak az elejét kell megnézni, hogy szép, hanem ugyanúgy a hátát is. Tehát el kell dolgozni ahhoz, hogy szép legyen. Az idősebb korosztály számára anyagilag eléggé megterhelő tevékenységbe kezdtek az Aparhanti Nyugdíjas Klub tagjai. Goblen kézi munkákat készítenek. A goblen, vagy szövött kárpit, fali szőnyeg a fal takarására és díszítésére szolgál a textil, esetleg festett vagy préselt bőr. Általában gyapjúfonalból, ritkában selyem vagy fémszállal együtt szőtt, képes szőnyegek. Végül is az a lényeg, ugye, hogy egymást takarja, és minden lukóig átmenő, nem kereszemes, hanem átugrunk, áthúzunk. És minden egyes lukban, mert ha kimarad, akkor azt mondják neki vakszem. És nem mutat. Egy tornamözsi goblen kiállítás után többen döntöttek úgy az Aparhanti Nyugdíjas Klub tagjai közül, hogy ők is kipróbálják, milyen a goblen hímzés. Így pár év alatt elég nagy számú alkotás készült el. Most jelen pillanatban 26-an vagyunk, hát 3-an meghaltak közülünk, ugye, mert azért elég szép korosztály van köztünk, és mondom, az újságból olvastuk, hogy van goblen kiállítás, és összefogtunk 3-an, de mivel már nem kell fizetni, elmentünk megnézni, mert ha kit érdekli, az elmegy, ugye, hogy mégis más is hogy csinál, vagy mit csinál. Mi is összefogtunk, és elmentünk Tornamözsre. Egy napunkba kerül, de megérte. Na és akkor összetudtuk 3-an, akik elmentünk a fejünket, azért mi sem vagyunk olyan ügyetlenek, hogy nem tudunk csinálni. Így összetudtuk a fejünket, mert mit csináltad, de hogy csináltad. És másik az, hogy például, ha nekem nem elég itt a fonalam, akkor tudok bátran bármelyikkel konzultálni, hogy na, van maradt meg ilyen fonalod, vagy van cserélünk, vagy ehhez hasonló. És itt tényleg annyira jól összebarátkoztunk, és akkor így alakult ki, hogy csináljunk mi is majd kiállítást. Egy közepes méretű goblen elkészítéséhez szükséges alapanyagok ára meghaladja a 10.000 forintot is, mivel a nézetrácsos szövésű kanavász vagy selyem már előre nyomtatott mintaként megvásárolható, és mérettől függően változik az áram. Ugyanakkor a goblen minta minőségi kivitelezéséhez még igen fontos az azonos minőségű hímzőfonal és az egyforma szálfeszítés. Egy-egy alkotáshoz pedig több hímzőfonalra is szükség van. Mindezek együttes eredményezi és biztosítja a kép sima felületét, szövött, textilszerű hatását. A nyugdíjas klub tagjai nem elsősorban az eladás, hanem saját szórakozásuk miatt készítik. Mivel hogy drága és nyugdíjasok vagyunk, nem olyan nagyon sok a nyugdíj. Én például úgy tudom megvenni, hogy egyik hónapban megveszem az anyagot, másik hónapban a fonalat. Mert a rezsit meg a csekkeket, mert ezt kell fizetni, de azért kellene egy kis szórakozás is, vagyis egy kis más is. Főleg az egyedülállók, azok jobban kevésbé tehetik meg, de azért úgy igyekszünk, hogy az is valami csak legyen. 18 éve egyedül vagyok, gyerekeim sincsenek a faluba, mindenki elment, és voltam egy fiatalabb jóval, mint én, egy barátnőm, nem itt szintén Anton, és azt csinálta, de az párnát csinált. És nekem annyira megtetszett úgy is, hallottam erről, csak ugye még nem tudtam, hogy van. És akkor mondtam neki, légy szíves, mutasd már meg, hogy kell ezt csinálni, ez olyan gyönyörű, nem igaz, hogy nem tudom már varni, géppel is, meg hímezni is, meg ilyesmit tudok. De ugye ezt még nem láttam, és akkor így ugyanúgy, mint én most, megmutatta, hogy mi van, elmentem haza, és akkor pont ez volt otthon, és nekiálltam, és azóta csinálom. Bonyhádi nyugdíjasokat meghívtak, mert ugye körzetet, öregek októberi idősekre, és arra szoktam csinálni a tombolában. Akkor mi is csináltunk itt a művelődési házban, szintén a tombolában. Én azért pénzt nem kértem, én azt felajánlottam. Hát örült nagyon, aki megnyertem. A lengyel származású nyugdíjas hölgy még az 1990-es években egy üzlet kirakatában találkozott először goblen alkotással. Azóta hímez, és minden alkotásának megvan a saját története, jelentősége. Akkor úgy számoltam, hát milyen szép lenne az ajándéknak valakinek, csak ezt a pénzt mennyi most az szép gyári fizetés kellene, és ha valaki megkapja, hogy megértékelni fog, hogy ezt a 27 ezer inkább csomatányér, vagy mit tudom én enne az áradban, mert akkor szép lenne. Na, az volt a vágyam. Na, aztán újságba találtam ilyen mintákat, ez volt az újság volt, az volt ilyen rajz, és akkor például piros szín, karika, zöld szín, valamit kereszt, akkor
úgy, hogy össze kellene számolni, és utána anyagból számolni, és akkor ráhozni az anyagra. Na volt az első. Abból volt 4 darab. Készítettem, 7 éves. Az a gyerekkorom. Ilyen házban, ilyen szolma tetével nevekedtem, és a ház ilyen kis ablakot, az biztos, hogy nem anyukám, mert anyukámnak nem volt ilyen piros melin, se nem kötötte úgy kendője, de viszont volt ilyen fa, alatt körös fa. Igen, és ezt az árnyék volt, és mindig nekem volt, miért? Ha én megyek, az árnyék mozog, megy velem, de viszont ennek a fának soha nem mozog. Na, az tyúkok voltak, nem volt ilyen gyep tekiletes, mint most tyúkogoztam. Rendezték, az az én gyerekkorom. Egy cérnáért, egy 8 méter van egy motorban, 8 méter képes vagyok elmenni az egy ponyhádra, meg vissza már egy cérnám hiányzik. Komolyan. Hát tegnap előtt is elmentem 2 cérnáért ponyhádra, mert nem tudok haladni, ez van. Most varom a 30. goblent, de sőt, már meg is vettem a következőt, és 2 még megrendeltem, hogy lesz munkám. A nyugdíjas klub tagjai úgy gondolták, hogy a több éven át készített munkáikat meg akarják mutatni másoknak is. A tárlat megszervezésében és kivitelezésében segítette őket Olá Jánosné. Ez egy annyira fantasztikus dolog, annyi munkájuk van a hölgyeknek ebben, és a rengeteg türelem, és tényleg a nyugdíjuk mellett még az anyagi áldozás, ez megéri, hogy ezt megyeszerte lássák, megismerjék, ennek a hírét hallják, és eljöjjenek megnézni, mert valóban bemutatásra és dicsekvésre méltó. Úgyhogy én úgy gondolom, az egész falu nevében mondhatom azt, hogy borzasztóan büszkék vagyunk rájuk, az összetartásukra, a kitartásukra, és hát erre az abszolút szorgalomra és szenvedélyre már, ahogy ők ezt készítik. Úgyhogy innen is köszönet és hála érte, hogy összetartják ezt a klubot, dolgoznak érte, és hogy tényleg önerőből szerveződnek és csinálják, és ez tényleg példaértékű és követendő, és bemutatandó. A nyugdíjas klub egyébként a település életének egyik legmeghatározóbb és legaktívabb civil közössége. A mostani kiállításon 90 goblen alkotást tekinthető meg.